Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás. A szerelem kertje, hiszen itt látható a szerelmes pár ebben a parkban. Ez egy általános kivetés, ahol megnézzük az ő gondolatait, a tiédet, az érzelmeket, a külső befolyásokat, azt, hogy mit kellene tenned, vagy mit fog ő tenni, és hogyan alakul a jövő. Ez egy általános kivetés, de mint mindig megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem e-mailen keresztül ezt a jóslást. A díjam 4000 forint, védikus asztrológiával együtt, ahol összehasonlítom kettőtök horoszkópját, akkor a díjam az 10000 forint. Kicsit hangos a háttér, mert nagy szél van itt Mallorca szigetén, olyan viharos idő, szeles, és ez hallható a háttérben, ami nem tudok változtatni, de azért remélem, hogy ennek ellenére érthető az, amit közlök a kártyákból. Először is megnézzük az érzelmeket. A hölgy érzelmei, utána áttérek a férfi érzelmeire. Ha te egy hölgy vagy, akkor megjelenik itt a koporsó. Ez tud segíteni, hiszen le tudsz bizonyos érzelmeket zárni, mint például a félelmeket, vagy a bizonytalanságokat. Azt is jelentheti a koporsó az érzelmi világodban, hogy visszatekintesz a múltba, és ez kivált nálad érzelmeket. Néhányaknál előfordulhat az is, hogy valaki elbúcsúzott, és ezért van ez a kis szomorúság. Most megtekintjük az ő érzelmeit, itt a férfiről van szó, vagy a férfiakról általánosságban, vagy jelentheti a lelki társadat. Itt a kutya jelenti az ő hűségét, hogy hűségesen marad melletted. Lehet, hogy most kicsit visszahúzódó, és találkozik barátokkal, ismerősökkel, de ami kettőtöket illet, ami ezt a szerelmi kapcsolatot illeti, ő hűséges hozzád. Megnézzük a külső befolyásokat nála. Milyen érdekes, hogy a német nyelvű kivetésnél itt ezen a helyen szintén a nap jött ki, ami jelenti az igazságot, láthatóvá tesz valamit. Mivel itt külső befolyásról van szó, valószínű a barátokról, meg ismerősökről, ezek segítenek tulajdonképpen, hiszen a barátok azt közlik vele, hogy legyen nyitott veled szemben, vagy mutassa ki az érzelmeit, ezt a vonzalmat kettőtök között. Most megnézzük nálad, ha te egy hölgy vagy, a külső befolyást. Itt a hajó jelenthet külföldi kapcsolatokat, vagy utazásokat, ezek lehetnek internet kapcsolatok is. És most megnézzük a te gondolataidat, ha te egy hölgy vagy. Itt a könnyűségről, meg csevegésről van szó, hogy találkozni akarsz valakivel, meg beszélni akarsz vele. Ez lehet egy telefonhívás is, amit te tervezel.
Vagy vársz arra, hogy ő például a lelki társad hívjon fel, mert szeretnél vele beszélni. Az ő gondolatai, itt megjelenik a park, az jelenti a nyilvánosságot, hogy találkozik valakivel a nyilvánosságon, ezek lehetnek barátok, ismerősök, azt is tervezheti, hogy meghív téged, és találkoztok a nyilvánosságon. Mit fog tenni? Itt a medve jelentheti az erejét, hogy kimutatja a bátorságát, az erejét, védi magát, megvan a fellépése, ez a magabiztos fellépése. Most visszatérek rád, ha te egy hölgy vagy, mit fogsz tenni, vagy mit kellene tenned, ügyelj az álmaidra, vágyaidra, az elképzeléseidre, és legyen meg az a hited, hogy ez az álom megvalósul. A hold az jelentheti az anyukádat, vagy az anyai érzelmeket is. Ebben a parkban itt látható egy szökőkút, és mutat egy irányt. Itt felül látható ez az irány, és jelenti a jövőt. Mi vár rátok a jövőben? Itt a gólyák utalnak változásokra. Ez lehet például egy költözködés. De mivel itt megjelenik a hold, az anyai érzelmek és a gólyák, azok jelenthetnek egy kisbabának a születését is. Jelenthetik a kisbabának a születését is. És ez volt az általános jóslás, a szerelem kertje. Közben van egy hívásom. Közben volt egy telefonhívásom, amire felhívnám a figyelmeteket, hogy naponta elérhető vagyok a hotline-on, este 11 óráig. A telefonszáma videó után megjelenik. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Tenderrel!